First Class arcok. Csak slágerek, Klassz FM a rádió. Szép jó reggelt a koránkelő Klassz FM hallgatóknak, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Takács Esztert, kezdem a hölgyel, énekesnő, illetve Százados Miklós, filmrendező? Vagy doktor, azt tudom, igen. Tehát... Igen, tehát mondjuk azt, hogy Százados Miklós. Mondjuk az a Százados Miklós, aztán majd még itt lesz időnk arra, hogy egy picikét belemenjünk a dologba, de először talán az, hogy miért vagytok ti itt ketten együtt? Hát több okból kifolyólag. Az egyik az, hogy hát én így dalszerzőként találkoztam a Miklóssal, amikor a tükefenomén miatt felkeresett, ez volt az első filmje, áldokumentumfilm, aminek a készülésével szintén váratlanul ért, meg hát most így nem láttam 2 éve már legalább, és most meg újra előkerült így az életemben, most írta egy kör e-mailt, hogy nem most, hanem pár hónappal ezelőtt, hogy lámpagyújtogatók film készül, és nagyon titokzatos volt az egész, de hogy ugye én is benne voltam a többi körimélyes személy között, de én egyből reagáltam, hogy engem ez érdekel. Körülbelül ugyanabban az időben egyik éjjel arra keltünk a párommal, hogy éjfél körül egy döngölő ment el, mert ott a sinek mellett lakunk, és egy ilyen vonat sínjavító döngölő ment el éjszaka. Tehát éjszaka egy ilyen szerkezet egész különleges, mert nappal lehet, hogy olyan, mint egy sima ilyen építkezési ilyen, mint a daru vagy az ilyesmi, de éjszaka így belül kivilágítva, és mellette az emberek így gyalog, meg így a hangja, meg így a ritmus, az így eléggé ilyen misztikus volt így számomra, meg hát a páromnak is biztosan. És ebből rögtön jött egy dalötlet nekem, hogy erre a ritmussal, amit csinált a döngölő, meg az egész, mint egy visszakerültem volna a Chaplin korába, vagy nem tudom, hogy ott az emberek mellett gyalog mentek kicsit, megváltozott az egész olyan volt, mintha nem is zseblámpa lenne a kezükben, hanem ilyen kis olajlámpás, nem tudom, szóval, hogy az egész így azt hittem volna, hogy álmodom, hogyha nem a párommal együtt látjuk ezt a döngölőt, és már harmadszor mondtam, hogy döngölő, és nem van egyet. Igen, és így ebből jött egy ilyen érdekes dolog, hogy ott a lámpagyújtogatók ötlet, akkor dalban is, és akkor tulajdonképpen kiharcoltam magamnak, hogy főcímdal szerző lehessek. Ezzel. Sokat küzdöttél érte. Igen, igen, tehát lehet egymást szavába is vágni? Egész nyugodtan, jó. Egész nyugodtan. Majd én is a szavatokba fogok vágni. Ja, úgy adódik. Jó, persze, jó. Persze. Itt jó. Nyugodtan. Mondom akkor egy kicsit az én aspektusomat, hogy... A döngölőt te nem láttad. A döngölőt én nem láttam, de éreztem, hogy az Eszter egy döngölővel fog találkozni nem sokára. Én egész mással foglalkozom, én orvosként végeztem, és... Nem a filmezés az, ami az én tanult hivatásom, de a szabad időmben, amikor így leereztem a gőzt irodai munka után, akkor gyakorlatilag videoklippeket csinálgattam. Hát gyakorlatilag igen, egy szép lassan nem kialakult, hogy... Kicsinyítsd le ezt a dolgot, vagy kisebb is, mint amekkora. Igen, tehát hogy az a szépsége, vagy a jó, hogy erre mások reagáltak, és adott esetben a Tankcsapdának is volt egy pályázata, ahol gyakorlatilag megnyertem a lehetőségét, hogy csináljak nekik, és utána még el is hívtak egy másikra is, mert annyira azt gondolom, hogy ilyen értelemben elégedettek voltak. Csináltam, Ákosnak is volt egy hasonló pályázata, azon is nyertem, tehát így szépen azt gondolom, hogy mindent így, amit így hobbi szinten el lehet érni, azt így a magam kis keretei között elértem, és néhány évvel ezelőtt készítettem valóban ezt a Tüke Fenomén című áldokumentumfilmet, ami a Pécsvárosnak a... Azt gondoltam, hogy abban az időben, 2010-ben volt az Európai Kulturális Főváros cím, illetve annak az éve volt 2010-ben, és a magam eszközeivel próbáltam egy kicsit a város marketinghez egy ilyen alternatív úton hozzájárulni, hogy összehozunk egy ilyen filmet, ahol ismert és kevésbé ismert pécsieket kérdezünk meg a városhoz fűződő kapcsolatukról, és hogy nem, Eszternek is van egy bizonyos kapcsolata
illetve kötődése Pécshez. Hát ott született. Gyakorlatilag. Ezt akartam kérdezni, hogy ti ismertétek korábban egyébként egymást? És nem. És ez az érdekes, ugye, hogy Sors Fintor, amikor elköltöztem Budapestre, abban az évben keresett fel a Miklós. Igen. Tehát már itt beszéltünk, hogy ez a tüke fenomén arra volt például nagyon jó, hogy az ember fölhívott egyrészt a régi tanárait, régi rajztanáromat, énektanáromat, és 25 év távlatából rögtön azt mondták, hogy rendben van, rááldoznak egy-két órát, és nagyon klassz interjúkat, több mint 50 órás nyersanyagot vettünk föl ezzel a 24 emberrel. Nyilván az ember az anyukáját is megkérdezi, megkéri, hogy hazudjon egy nagyot a filmben, hogy mert ő meg idegelme gyógyász, és a tüke fenoménben ugye mindenféle misztikus jelenségeket kell alátámasztani orvos szakmai szemmel, és úgyhogy nyilván hát az ember ilyenkor az anyukájához nyúl vagy fordul. És ugye olyan ismert híres pécsi személyiségeket is Eszter mellett, mint Beck Zolit, ugye Lovasi Andrást, akkor a Punani masszívos rácok abban az időben még nem voltak ennyire headlinerek, mint, de is jöttek első szóra, ez volt ebben az érdekes, Rád Géber László, Vujt Rutko, úgyhogy és a többi a teljesség igénye nélkül. Tehát ez egy nagyon jó érzés volt, hogy az ember írt egy levelet, vagy telefonált egyet, és valami miatt a város szeretete ezeket az ismert és nem ismert embereket arra rántotta, hogy ingyen és bérmentve, ráadozva időt, energiát hozzájáruljanak ehhez a dologhoz. És hát elmúlt ez a dolog, 12 ingyenes előadást szerveztünk, azt gondolom kategóriájában nagy sikerrel, egy országos független filmfesztiválon is nyert a film, első díjas lett a kreatív dokumentumfilm kategóriába, és akkor ilyenkor az ember szeretné ezt valahogy ugyanezeket a dolgokat valahogy elérni, vagy még népszerűbbé téve, akár országos, mert ugye itt egy városra fókuszáltan lett országos siker, de hogy egy olyan közös meg ügyet kellene kitalálni, vagy folytatni, ami akár az országban mindenkinek hasonlóan dobbantja meg a szívét, mert ez a film a pécsieknek megdobbantja, mások meg megnézik, és esetleg van, akinek tetszik, van, akinek kevésbé. Egy olyan és kohéziót. És még tovább tágítottad, mert üzenet az űrbe. Üzenet az űrbe, tehát hogy gyakorlatilag egy kvázi egy jó értelembe vett ilyen magyarság tudatépítő mindenféle politikai felhangoktól mentesen filmötlet van a tartsonyban, aminek kapcsán, hogy a cirkalmas körmond az végére eljussak Eszterre egy körmét, és Eszter gyakorlatilag a semmiből válaszolt, és két nap múlva küldte azt a kész filmzenét, amit a legmerészebb álmaimban is gyakorlatilag nem gondoltam volna, hogy pont az kijön. És tényleg igen, minden sorról sorra. Kapcsolódott aztán a Pille is, mert ennek van egy akusztikus és egy Pillével is meghangszerelt verziója ennek a dalnak. Igen. És mind a két féleképpen fog szerepelni a filmben. Ha jól tudom, a Pillével múlt héten. Igen, voltak itt a stúdióban vendégeim, és említették. Hogy nagyon büszkékre, és mennyire jó volt. Egyébként meg, hogy milyen gyorsan működött ez a dolog, hogy ők is megkapták a leveledet, Eszter, és aztán jött rá a válasz. Igen. Tehát gyakorlatilag két napra rá, hogy ez a gondolat kialakult, jött az Eszternek az egyszálgitáros változata, ami úgy, ahogy volt, tökéletes volt. És akkor gyakorlatilag egy-két napra arra jöttek már az első változatok, az elektronikus pilleverzió. Mert ebben meg az is volt az izgalmas, a Pillével mindig úgy dolgoztunk, hogy küldtek egy zenét, és én arra szöveget írtam. Ugye volt, hogy a párommal együtt, mert akkor a párom írta a refrént. tényleg nem egy dalba, a szívem kiadom, meg a vonatban is. Ez meg pont fordítva volt, hogy én küldtem egy kész dalt, és akkor, hogy arra, tehát hogy ez így megfordította a Pillével is, tehát egy új utakat nyitott, vagy egy új megvilágításba rakta a dolgot, hogy így is működik, tehát hogy ez az együttműködés. Igen. És akkor
Eszter rá két napra mondta, hogy akkor most stúdióba kéne vonulni, föl kéne venni. Akkor gyorsan föl is vettük három verzióját, mert ugye egyik az akusztikus. És mi csettegtetek is benne az akusztikus. Csettegtünk, tehát ilyen értelemben mindenki rögtön, részt vett. Rögtön még a Miklós is csetteget. A híres filmrendező mellett, léte mellett gyakorlatilag komoly zenészé avantáltam 10 percen belül. Úgyhogy gyakorlatilag innentől azt mondom, hogy akár le is lehet húzni a redőnyt, mert minden megvolt, ami egy meg lehet ebbe a kategóriába. És akkor utána elkészült, tehát, és egy akusztikus verzió is készült, és ezek lesznek a... És aznap forgatás is megtört. Aznap forgatás is történt, tehát ebbe a filmbe is hasonlóan a tükefenoménhez interjúkat is fogunk találni. Ez is megtörtént, úgyhogy gyakorlatilag minden megvan ahhoz, hogy... Igen. És ha már így erről szó van, hogy ugye van ez a főcímdal, most olyan pályázatot hirdettünk meg igazából, hogy más előadó is a kedvet kap, akkor ezzel is tud kezdeni valamit, ezzel a már kész dologgal, hogy azt akár, hogyha valaki remixeket készít, annak érdekes lehet, vagy egy saját elgondolás szintjén így hozzájárulni a filmhez egy ilyen művel. Igen. Talán lehet, kerülhet a filmbe szintén. Igen. Talán egy kis háttérinfót, hogyha így a filmről, anélkül, hogy mert titkolózok, azért titkolózok, mert egyrészt még nincs kitalálva, de ez nem igaz. Másrészt, hogyha most itten hirtelen kiengedjük a szellemet a palacból, akkor nem lesz vicc majd annak idején, ami szerintem egy év múlva várható minden, hogy ebből bármi is lesz, de... Vagy jön valaki, aki gyorsabb lesz, szerencsésebb. És már is, igen, mondják, hogy hallottuk a Klassz FM-be ezt a ötleted, de akkor megcsináljuk két perc alatt, mert van rá muníció. Egy olyan pályázatot gondoltunk kiírni, tehát az a lényeg, hogy hiteles forrásból állíthatom, hogy rádiójeleket vettek egyébként magyar emberek a világűrből, és egy olyan távolságból és olyan frekvencián, ami egész biztosan ki van zárva, hogy bármiféle emberi eredet okozta ezeket a rádiójeleket. Azon még dolgoznak, hogy megfejtsék, hogy ezek valahogy önmaguktól generálódtak, vagy esetleg máshogy. Mindegy, ne menjünk bele, mert ez itt a titkos része. Uh-huh. De a lényeg az, hogy azzal a gondolattal viszont szerintem mindannyian kötelesek vagyunk eljátszani, hogyha egy idegen civilizációnak adott esetben küldeni kellene üzenetet, akkor mit küldenénk neki? Nyilván az okos ember az elmondja azt a három mondat okosságát, amit a földi életről vagy a földi létről gondol, és akkor három mondatba egy nagy okosságot elküld, ha tudják dekódolni, akkor megértik, hogy miről van szó. A művész ember az elkészít egy dalt, vagy elkészít egy festményt, vagy elkészít egy fotót, egy képet, vagy egy mozgóképsorozatot. Lényeg, hogy úgy tűnik, hogy van erre lehetőségünk, hogy egy ilyen CubeSat-nak nevezett űrszondát juttassunk el abba az irányba, ahonnan ezek a rádiójelek érkeztek. És erre annyi gigabájt, nem akarok belemenni, anyag fér rá, ami körülbelül egy másfél-két órányi mozgó, vagy hangos, vagy szöveges anyagot tartalmazhat. És ez ennek kapcsán, hogy Eszter mondta, hogy egy pályázatot hirdettünk, hogy aki azt gondolja, hogy lenne valami mondani valója, akár kifele, akár befele, de nyilván úgy, hogy ismeretlenül valakiknek, annak nagy szeretettel várjuk az anyagát. Egyébként a neten, hogyha lámpagyújtogatókat beírják, akkor a közösségi oldalon is, illetve a nagy megosztó oldalakon kijön egy kis bevezető film, most már több is egyébként, mert a film zene is rajta van, és meg lehet találni, hogy hova lehet küldeni. Facebookon, YouTube-on. Hát ki lehet mondani, akkor jó. Igen. Hát kimondtuk mindegy most már. Úgyhogy tudja mindenki, hogy miről van szó. Igen. És várjuk ezeket az anyagokat, és azt gondoljuk, hogy ezeket begyúrnánk a kész filmbe, és jó eséllyel egyébként ezek valóban ki fognak jutni a világűrbe, ezek az anyagok.
A First Class arcok ma reggeli vendégei Százados Miklós, Dr. Százados Miklós filmrendező, illetve Takács Eszter zenész dalszövegíró, és a téma pedig a Lámpagyújtogatók című film, amihez Eszter készítette többek között a Pillével a zenét, Miklós pedig ugye a szellemi atya kitalálója, és a Tüke fenomén után ez a második dokumentum jellegű film. Ugye erről beszéltünk, arról hallottatok egyébként, hogy ha már itt tartunk, hogy kiküldeni mindenféle információt a világörbe, hogy nemrég egy magyar lány verse került kiválasztásra, ami elindul a Marsra. Nem. Valami pály, most volt mondtam benne, én, most volt egy hír. Nem, ez csak vers volt, egy háromsoros vers, és megy ki a világűrbe még többekkel együtt majd a Mars. Ez kifejezetten a Marsról szól, nem mindegy, csak zárja. Az véletlen, hogy UFO-s póló van rajtad? Az egyébként tök véletlen, mert de kis tudatosság volt benne, és a dobozok mélyén megtaláltam egy 17 évvel ezelőtti pólómat, és akkor most, amikor ránéztem, hogy az órára, hogy reggel 5 óra van, és 6-ra jövünk ide, és ránéztem a dobozokra, hogy nem találtam a másik ruháimat, és akkor fölvettem, mert hogy UFO-s póló van rajtam, 3 darab UFO, meg illik valami világító, valami van a kezükbe, és akkor Lámpagyújtogatók lesz a film címe, hát akkor nosza, húzzuk fel az UFO-s pólót. Mm-hmm. Annyit beszéltél most, Miki, egy picit az Eszter, hadd beszéljen. Én még alszom. Nem. Úgy tűnik nekem, de lehet, hogy csak így első blikre, hogy azért te sokkal inkább részt veszel ebben az egész produkcióban, mint hogy megírtál egy főcímzenét. Ja, de ez most ilyen véletlenül alakult így, mert és ezt a Miki is mondta, mert vagy írta egyik e-mailbe, hogy már így bekerültem szinte a stábba, nem is tudom, melyik munka részt így osztottad rám, hogy már nem emlékszem, ez a ti tinálatok szak kifejezés. Mindjárt kitalálom, hogy melyiket. Ja. Az a lényeg, hogy a zászlós hajó művet megírta az Eszter, és akkor mindenki... De nem, mert még az, amikor az a forgatási napszervezés igen, volt. Akkor valamit mondtál. Igen. De ez azért... Gyártásvezető? Lehet, igen, de... De hogy az igazából csak így a... Szóval hogy inkább úgy érzem, hogy egy kicsit így most éreztem a Mikin is, hogy így lendületben így kell neki a segítség, vagy jó az, hogyha van valaki, aki egy kicsit úgy erőben még úgy ott van, és csak ennyi, hogy az elején én úgy éreztem, hogy egy kicsit jó, hogyha meglökjük a dolgot, mert magamban éreztem. Sokszor, hogyha dalokat írok, akkor a lendületet érzem, hogyha van egy lendület, akkor rá kell ülni, és igen, akkor azt csinálni. És teremtő energia. Igen, teremtő energia. És most már szerencsére ezt át tudom vinni másba is, például a kertészkedésbe, meg egyéb ilyen dolgokba. De hogy ez fontos, hogy azt a lendületet ne hagyja az ember így elúszni. Mert hogy kár érte. Takács Eszterrel beszélgetek, illetve Dr. Százados Miklós filmrendezővel itt a First Class arcokban a Lámpagyújtogatók című film kapcsán, amihez Eszter írta a zenét, és hát mint ahogy a beszélgetésből kiderült, azért sokkal nagyobb szerepet vállal. Volt ez a stúdiós felvétel ennek a Lámpagyújtogatók filmzenének, és gyakorlatilag másnap volt, azt hiszem, az A38-es hajón lemez bemutató koncertetek, és én csodálkoztam is, hogy lehet már ez, hogy ilyenkor nem hajtja el ezt az embert, hogy hagyjál már békén, nekem fontosabb dolgom van ennél. Nem, hát addigra azt már felépítettük, megépületünk. Már, de más gondolom azért. Utolsó napokon már mit tud csinálni az ember? Szerintem más lehet, hogy 3-at mindent próbál, vagy 4-et, és éppen az pont... Is megvolt, az meg is megvolt, meg hirdetés, meg az összes de ilyen... De simán rábírtál szállni gyakorlatilag egy teljes napot arra, persze. Meg én ezt élvezem is, mert pont az, hogy kizökkent abból, hogy ne izguljam halálra magam. Tehát nem szabad nagyon mániásra rámenni egy dologra, hanem helyet kell adni másnak is, mert ezek pont, hogy így gyógyítják is, tehát energetikailag rendben tartanak. És akkor még itt van a pille is, hogy az a, meg nagyon jó az, hogy rájöttem általuk is, hogy lehet interneten is dolgozni, úgyhogy online dolgozunk, és aztán stúdióba vonulunk, de hogy lehet úgy is dolgozni, hogy nem lépünk fel, igen, hanem... Igen. Csináljuk a dalokat is. A Lámpagyújtogatókra kell várni? Tehát a dalra magára kell várni a filmig? Nem kell, hanem a Lámpagyújtogatókra nem kell várni, hanem gyakorlatilag a neten is már hozzáférhető, meg hát én remélem, hogyha a rádiók is játsszák néha majd. Igen. Sajnos lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én bízom benne, hogy Eszterrel fogunk tudni még találkozni és beszélgetni. Sok sikert, és várjuk a filmet. Köszönjük szépen mi is. Köszönjük.